Sziasztok! Örülök, hogy ismét itt vagytok velem. Így október közepén őszi dekorációt készítek. Régi zoknikból és pulóverből. Gyertek, tartsatok velem! A házunkat akkor érzem igazán otthonosnak, hogyha az éghajlatnak megfelelő dekorációk díszítik. Most ősz van, úgyhogy az őszi dekorációkkal nagyon könnyű dolgom van, hiszen elég kisétálnunk a természetben, és különféle díszeket, ágakat, faleveleket gyűjthetünk. Ez a videó azonban nem az erdőjárásról szól, hanem arról, hogy hogyan tudunk otthon, nagyon egyszerűen, egy régi használt zokniból, vagy régi pulóverből is mutatós dísztök dekorációt készíteni. Az elkészítés módja tényleg nagyon egyszerű. Az okni végét vágd le, a lehulló darabokat teljesen mindegy, hogy mekkora méretűek, tedd félre, mert ez töltőanyagnak tökéletes lesz a későbbiekben. Az okni egyik száját kifordítva vard össze, húzd össze jószorosan. Majd az okni fel nem használt részével, vagy egyéb bármilyen textil hulladékkal töltsd meg és formázd meg, ezután pedig vard össze az okni másik száját is. Ha szeretnéd, akkor ez az a pillanat, hogy egy faágat, vagy akár egy igazi töknek a szárát beilleszd az okni szájához, ez lesz a dísztöködnek a szára. Ezt a lépést ennél a szürke zokniból készült töknél ezt kihagytam. Válassz egy spárgát, zsinort vagy erősebb fonalat, ezzel fogjuk kialakítani a tök igazi, végleges formáját. Ha a nagy zsákvarótű és a sűrű tömés miatt nehezen tudod áthúzni a tűt a tökön keresztül, akkor érdemes egy fogóval könnyíteni ezen. Az első szürke tök ezzel el is készült, és most megmutatom, hogy hogyan tudtok pulóverből hasonló tököt készíteni. A legegyszerűbb, hogyha a pulóvernek az ujját használjátok fel, hiszen az ujjával nagyjából ugyanolyan formát kaptok, mint az okni esetében. Az elkészítés módja teljesen megegyezik a zokni tök készítésével. Készíts egy csövet, vard be az egyik száját, töltsd meg maradék hulladék textilekkel, vagy akár a pulcsi egyéb darabjaival, majd zárd össze a szájat, és egy erős párgával formázd meg. A tököt bátran dekorál tovább, tehetsz hozzá faágat szárának, de díszítheted spárgával, sőt, akár még csipkével is. Csak a képzeletet szabhat határt. Ezeket a díszeket a lakás bármely pontjára teheted, mindenhol otthonos hangulatot fog árasztani. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Ha tetszett a videó, megköszönöm, ha jelzitek ezt egy lájkkal, és megmutatjátok másoknak is. Kellemes alkotást kívánok nektek! Sziasztok!